Szatmárnémeti és Nagyvárad után idén Székelyudvarhely adott otthont a MAFEST harmadik kiadásának. A Magyar Színházi Szövetség Vándorfesztiválján a legjobb produkcióikkal vettek részt a tagtársulatok. A Magyar Kultúra Napjának hetében rendezi meg minden évben a Magyar Színházi Szövetség a MASZIN fesztiválját, a MAFESZ-et, amelynek legfontosabb hozadéka, hogy olyan távoli társulatok találkozhatnak és mutatkozhatnak be a helyszínt adó város közönségének, amelyek a földrajzi távolság miatt egyébként nehezen utaznának ilyen messzire. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban az idén klasszikus színházi előadások mellett gyerekdarabok, bábszínházi előadások és táncszínházi produkciók is láthatók voltak a színpadon. Szerintem egy nagyon érdekes és nagyon színes és olyan fesztivált élünk meg jelenleg, amiben tényleg minden társulat a legjobb előadását delegálta úgymond ide Udvarhelyre, és az udvarhelyi közönség azokat az előadásokat láthatja Szatmárról, Váradról, Csíkszeredából, amikre a legbüszkébb úgymond, vagy amiket ott a helyi közönség a legjobban szeret. A MAFEST olyan fesztivál, amelyen a résztvevő társulatoknak nem kell azonnal csomagolniuk és rohanniuk az előadás befejezése után, mondta el a fogadó színház igazgatója, Nagy Pál. Ez a közönségünknek is jó, mert mi mindig nyitottak vagyunk olyan szempontból, hogy azt valljuk, hogy minél több színházat tudunk idehozni Udvarhelyre, annál jobb. A nézőinknek van egy összehasonlítási lehetőségük, nem kell elutazzanak, hogy más előadásokat lássanak. A MASZIN célkitűzéseinek megfelelően a fesztivál idején két szakmai műhely munkára is sor került. A tagszínházak kommunikációs és PR tevékenységet végző munkatársai felkészítőn vehettek részt. A színművészeket pedig improvizációs workshop várta. Jövő januárban a következő MAFESZ-nek a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház ad majd otthont, ugyanis a Béga Parti Város lesz Európa kulturális fővárosa 2021-ben.